Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Még most, amikor fölvesztük ezt a televízió adást, még eléggé hideg van, úgyhogy legalább ezen a napon olyan téli napról beszélhetünk. Az elmúlt időszakban a hét Ferences vértanúról kezdtünk el beszélni. Mai napon Károly Bernát az, aki soron következik. 1892-ben Almás Kamaráson született, Arad Vármegyében, Mezőkovácsi járásban, most jelenleg Csongrád Csanád Vármegyéhez tartozik az a terület, ahol ő, ő született. Az 1900-as évek elején, 1907-ben öltözött be, majd pedig a Dunaföldvári rendházba került, ahol filozófiai tanulmányokat folytatott, abban az időben még két részre volt szabva a filozófiai és a teológiai tanulmányok, két különböző rendházban élt ő. 1912-ben került Gyöngyösre, itten volt a teológiai főiskolának az utolsó három esztendeje. Ma úgy mondanánk, hogy a mesterképzést itt gyöngyösen végezte, itt voltak a végső tantárgyak, dogmatika, egyházjog, gyóntatás és más ehhez hasonló fontos dolgok. 1913-ban tett örökfogadalmat. A rendi életünkben, hogyha valaki belép, először csak egyszerű fogadalmat tesz, ami azt jelenti, hogy minden egyes esztendőben, általában szeptember tájékán manapság, régen ez nem volt annyira szabályozva, Szóval egy esztendőre tesz az ember, és fogadja meg, hogy itt a rendben él, szegénységben, tisztaságban és engedelmességben. És utána, hogyha úgy látják az előjárók, meg ő is úgy gondolja, hogy valóban itt van a rendben a helye, akkor tehet valaki örök 1913-ban került tehát erre sor. 1915-ben szentelte őt pappa Szrecsányi Lajos Egri érsek abban az időben gyakorta járt ő gyöngyösre papot szentelni, gyakran láthatták őt a gyöngyösi katolikus hívek, illetve a városnak a vezetősége. 1915-ös szematizmus szerint az nevét megváltoztatja. Eredetileg Krausz Ádám volt a neve, úgy látszik, hogy Arad vármegyébe is telepítettek be svábokat, német származású telepeket, telepeseket valamikor az elmúlt századok folyamán, de ebben az időben már 1915-re a Károlyi nevet veszi föl. Elkerül a Bajai rendházba, ahol gyontató, miséző és az kollégiumnak, a Szeráfi kollégiumnak a prefektusa. Mindig volt a rendtartománynak olyan háza, ahol szívesen fogadták a fiatal érdeklődőket, és a Kapisztrán provincia egy idő után törekedett is rá, hogy gimnáziumi érettségére készülve megfelelő lelki képzésben részesítse a fiatalokat, azokat, akikből gondolta, hogy jó családosak, vagy ha Más nem akkor jó ferencesek lesznek belőlük, esetleg a jó Isten meghívhatja őket. Nekik volt tehát a, a helyettes prefektusa, helyettes osztályfőnöke vezette őket. Emellett egy szeremle nevezetű településre is kiárt, ahol lelkipásztorként szolgált. Később jökben -e aztán került a, a pesti rendházba is, Budára szolgált Széchenyben, Szatmárnémetiben, Dunaföldváron, volt Jászberényben helyettes házfőnök, iskolai hitoktató, Kecskemétre is került a Missziós Szövetség és a Rózsafűzér területi vezetője volt. 1929-ben úgy döntött a rendtartomány, hogy Kínába alapítunk egy missziót, Pauking rendtartományban a jezsuiták kértek segítséget, ők már úgy látták, hogy nem tudják vinni azt a szolgálatot, és ott különböző városokba kerültek beosztásra a testvérek. Ez egy ferences misszió volt ezen a területen, nem egy rendházba, hanem többféle városban szolgáltak. Nyilván a munkájuknak egyik része volt a karitas munka, a szegényeknek a segítése, és ezen felül pedig a hívek lelkipásztori ellátása. Nyilván ezeknek a rendtársainknak, akik miszióba igyekeztek menni, meg kellett tanulni a kínai ö, nyelvjárásnak valamelyik dialektusát. Ebben sajnos nem vagyok ö, járatos, hogy melyik is Pajuking rendtartományban milyen nyelvjárások voltak abban az időben, de Erdős Apolinár Tyukodi Luciánnal együtt különböző kínai városokban szolgáltak. 1936-ban egy érdekes esemény történt, ugyanis kinevezik őt a, az általános prefektussá, lelkipásztori helynökké, hogy a püspököt képviselje azban a tartományban, Ugye egy-egy Ferences rendházhoz, egy-egy plébániához nem egy város tartozott, hanem valahogy úgy lehetne elképzelni, hogy gyöngyösen volt egy Ferences rendház, és úgy 50 kilométeres körzetbe minden város és település hozzátartozott. Olyan volt a lelkipásztori ellátottságam. Egy Verbita atya a 90-es évek derekán hazajött valahonnan külföldi misszióból, és mesélte, hogy neki 27 települése volt. A mellette levő plébánián egy másik magyar lelki pásztori szolgált, neki 29 települése volt, és bár egymás melletti két plébániá volt, mégis alig-alig találkoztak egymással, alig-alig tudtak magyar szót e, váltani. Károlyi Bernátot teáló lének nevezték. Nem vagyok benne biztos, hogy így kell helyesen kiejteni, de minden esetre ez a kifejezés azt jelenti az ottani nyelven, hogy víkedélyű, vidám, ferences. Annak ellenére igaz volt ez, hogy megbetegedett és onnan haza kellett térjen. Először a váci rend tartomány Váci rendházában szolgált, ahol például rábolt vízbe a kapisztrán Szent János nyomda. A rendtartomány fontosnak tartotta, hogy különböző kiadványokat saját kezelésben kiadjon. Az előbb került bemutatásra egy kínai misszióról szóló könyv, az a kínai missziós könyv egy egész sorozatot kitett, és mindezt ott a Váci rendházban nyomták, a kapisztrán nyomdában. A Ferences testvérek nyilván elvégezték a megfelelő képzéseket, hogy ottan tudjanak dolgozni. Ebben a nyomdában kiadtak újságokat, könyveket és különböző Ferences lelkiségi könyveket. 39-ben a Pasaréti rendházba kerül, többek között újságszerkesztéssel is foglalkozik. A háború idején Kecskeméten volt házfőnök, hitszónok, gyóntató. Mentette azokat az embereket, akiket éppen a nyilasok üldöztek. Ezek sokfélék lehettek, akár zsidók, akár politikai menekültek, akár egyéb olyan emberek, akik nem voltak jóba az akkori rendszerrel. A, nyilván a Nyilas rendszer idejébe. Volt egy olyan időszak is, amikor a városnak egyetlen parancsnoka volt, maga Károly Bernát. Nehezményezték, és a szemére vetették, hogy a rendház valamelyik helységében egy zsidó bérlő is van, és őt nem hajlandó onnan kipaterolni. Nem volt erre képes, megtartotta, sőt, amíg csak lehet, védte is koholt vádak alapján igyekeztek ellene egy koncepciós pert összehozni. Népellenes büntet miatt indult eljene eljárás, azonban a teljes ávós aparátusnak, illetve először a politikai rendészeti osztálynak a rendszer módosítás után nem sikerült egy egységes tanúvallomási rendszert összeállítani, nem sikerült egy egy pert kiverni belőle, nem volt hajlandó aláírni semmit. Azt mondták, hogy a büntető perrentartás 101. pontja alapján bűncselekmény elkövetésének hiánya esete áll fönn, ezért nem tudták őt perbe fogni. Még egy rendtartást indítottak ellene 1945-ben, a hetedik törvénycég szerint háborús bűncselekmények elkövetésével vádolták. Azonban a beérkezett tanúk, akik a Károlyi Bernát mellett vallottak, nem tudták ezt igazolni, sőt, fel kellett menteni őt ebből is. Próbálták őt népellenes, demokrácia ellenes izgatás vágyjával 1946-ban újra koholt vádakkal bíróság elé állítani. Végül is aztán nagy nehezen sikerült a, a párt megfelelő szakembereinek 7 év börtönre és öt év politikai jogoktól való eltiltásra és vagyonának, vagyona felének elkobzására ítélni. Mondjuk nem tudom megmondani, mit jelenthetett ez a vagyonának a fele, mert a rendház szobájában az összes bútor, mind a rendházé volt, akár legyen a szekrény, könyvespolc, íróasztal, és minden szobában volt annak idején mosdótál, csak az a néhány darab ruhája volt, amit magára tudott venni, hogy ennek hogyan kobozták el a felét, azt most nem tudnám senkinek se megmondani. Az ávó brutális módszerekkel igyekezett belőle vallomást kicsikarni, és 1947. augusztus 31-e tájékán hát teljesen őt elítélték. Bár akkor már a Pasaréti rendház vezetője volt. 49-ben mondják ki végül is a Kohold vádak alapján az ítéletet, és 1950. december 29-én hazaárulás és kémkedés vágyával 15 év fregyházra ítélik, azonban a szenvedéseket, a veréseket, a kínzásokat, a börtön brutális cselekményeit nem tudta elviselni, börtönkórházba kerül a fegyházból, és 1954. március 2-án vértanú halált halt a budapesti rabkórházban. A 301-es parcellába temetik el jeltelen sírba, de mivel angol korban szenvedett, ezért a 70-es években a kádár rezsim idején kihantolták, és csontjait felajánlották valamelyik egyetemnek, szemléltetési célokra, hogy az orvos növendékek az angol kor felismerését vagy tanulmányozását az ő csontjain sikerült tanulmányozniuk. Milyen ember volt Isten szolgája Károlyi Bernát? Egyik visszaemlékezésben ezt olvassuk, egész napon talpon vagyunk, járjuk az elnéptelenedett utcákat, hogy az öregeket, tehetetleneket, betegeket összeszedjük. Végtelenül boldogok, hogy mi itt maradtunk, és mindenben is tápoljuk őket. Ezek miatt maradtam én is, írja visszaemlékezésében. Károly Bernát élete mindannyiunk számára fontos. Kérjük az ő életében, hogy minél előbb a boldogok között, a példaképek között Tisztelhessük őt, ezekkel a gondolatokkal kívánok további szép telet, meg koratavaszt mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!